Kardfogú tigris, vagy éppen egy kis mamut. Csak néhány látványosság a József András Múzeum legújabb kiállításából. A Magyar Természettudományi Múzeum Jégkorszak című vándorkiállítását már több mint 10 helyszínen bemutatták, és most megérkezett Nyíregyházára is. Az ilyen kiállítások kellenek Nyíregyházára, mert azt gondolom, hogy széles tömegeket tudnak megmozdítani, de hogy tavaly is kb. 65 ezer látogatója volt csak a József András Múzeumnak, ami a múzeum történetének csúcsát jelentette. Kellenek ezek az emberekhez közelebb álló kiállítások, amelyek a gyerekeket és a felnőtteket is ugyanúgy megihletik. Láthatják a hatalmas csontokat, a kitömött állatokat, egyébként pedig filmeken keresztül nagyon sokan ismeretet szerezhet, amelyek azt gondolom nagyon érdekesek. Jégkorszaknak azokat a több millió évig tartó időszakokat nevezzük, amikor bolygónk felszínének egy részét nagyobb, összefüggő jégtakaró borítja. A Föld 4,5 milliárd éves történetében több ilyen időszak is volt. Az egykori jégkorszakok földtani nyomai azonban ma is megtalálhatóak. Ezekre is szeretné felhívni a figyelmet a Jégkorszak című kiállítás. 2,5 hónapig lesz a József András Múzeumban látható, egészen március 31-ig. Regisztrációhoz kötöttük ezt a kiállítást is, azért, hogy nyomon tudjuk követni és segíteni tudjuk, akik ide látogatnak, és irányítani tudjuk őket, hogy ne legyen torlódás. Természetesen úgy szabtuk meg a regisztrációs főszámot, hogy bárki, aki itt jár a múzeum környékén, vagy céltudatosan el szeretne jönni, akkor természetesen regisztráció nélkül is be tud jönni. Úgyhogy várjuk szeretettel a fiatalokat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat szerveztünk, szervezünk külön előadásokat a felnőtteknek, 3 nagyon témához kapcsolódó előadás is lesz, és hétvégeken külön családi napokat is fogunk szervezni, ami kapcsolódik a Jégkorszak című kiállításhoz. A kiállításról és a Föld történelmének egyik legjelentősebb időszakáról, a Jégkorszakról bővebb beszélgetést hallhatnak a péntek esti Weekend című műsorunkban.